A gépkocsi motoros csomagtérajtóval van felszerelve, ami többféle működtetési lehetőséget biztosít önnek. Az autóban ülve nyomja meg ezt a gombot a műszerfalon a csomagtérajtó nyitásához vagy zárásához. Akár az autóban, akár annak közelében tartózkodik, a Renault kártyán ennek a gombnak a nyomvatartásával is használhatja. A csomagtér fedélen ezt a gombot kell megnyomni a nyitáshoz. A záráshoz ezt a gombot kell megnyomni. Ha mindkét keze foglalt, használja az automata Renault kártya funkcióját. Ha a motor nem jár, a Renault kártyával a zsebében mozgassa lábát előre-hátra a lökhárító alatt. Az érzékelő érzékeli a mozgást és aktiválja a csomagtérajtó nyitását vagy zárását. A funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához lépjen az Open AirLink multimédia rendszer gépkocsi menüjébe. Válassza ki a gépkocsi menüt, majd a hozzáférés menüpontot, és végül aktiválja vagy inaktiválja a funkciót. Fontos tudni, hogy a kéz nélküli nyitás funkció nem érhető el, miután a gépkocsi több napig használaton kívül volt, ahogyan körülbelül 10 perccel a gépkocsi nyitását követően sem. A funkció ismételt aktiválásához használja a kártya nyitó gombját. A csomagtérajtó nyitásakor vagy zárásakor ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a műveletet. Ha a csomagtérajtó mozgás közben akadályba ütközik, megáll. A motoros csomagtérajtó mozgását ennek a kapcsolónak a megérintésével is leállíthatja. Miután a csomagtérajtó megállt, igény szerint kézzel is mozgatható. Az automatikus művelet újraindításához nyomja meg a csomagtérajtó bármelyik kezelő gombját. Ha a csomagtérajtó köztes helyzetben állt meg, a gomb következő megnyomásakor ellenkező irányba indul el, mint ahogy a megállítás előtt mozgott. Fontos tudni, hogy a csomagtérajtó nyitási magassága igény szerint beállítható. Ehhez nyissa ki a motoros csomagtérajtót a kívánt pozícióig, vagy kézzel húzza le a kívánt magasságig. Ezután tartsa nyomva a zárógombot 3 másodpercig, amíg két hangjelzés nem hall. A csomagtérajtó most már az új nyitási magasságba van beállítva.